Na, szóval, valahogy elejülök. Látszódik minden, adni? Aha. Oké, és már fájt a lábam a hajoldozástól. Na. Gyerekek. Hú, de kíváncsi vagyok. Gyerekek vagy gyerekek vagy? Gyerekek vagy gyerekik. Nos. Hú, hát ez eléggé... Hát a boríték ez eléggé tönkre van sajnos. Talán a belül lévő anyag az értékes lehet. Figyeljetek, hogy ne sértse meg ezt a pecsétet. Ó, Jézus, az. Nos. De kíváncsi. Hát szerintem ezt hagyjuk, ez meg se néz. Na, mi van bent? Aha. Válaszborítéknak való dolog. Először nézzük, kezdjük ezzel. Ú, de át van ázva. Országos takarékpénztár Mátyás László. 1965-ből. Na nézzük meg ezt. Nem tűnik annyira fontos dolognak, mint az előző. Közöljük önnel, hogy a 62/1965 szám alatti előjegyzésüket a Balatonfüredi telekre töröltük, tekintve, hogy a Balatonfüredi telkeket csak Balatonfüred és környéke lakosai részére értékesíthetjük. Ennyi. Azt hittem, hogy izgalmas lesz benne, mondjuk egy Lenin fotó. Igen, ez a válasz, nem tudom, ez mi volt ez. Válaszlevél, nézzük a főlevelet. Ez kicsit vastagabbnak is néz ki, ahogy már nézem. Na. 1966. Kedves fazekas elvtárs, Mátyás elvtárs nevében is hálásan köszönöm mai telefonját. Egy Nokia igazán jól eső volt nyugtázni figyelmességét, amellyel mintha a gondolataimban olvasott volna, hiszen éppen ma reggel 8 és 9 között interurbán kerestem otthon. Hát az nem tudom, mit jelent. Mellékelten küldöm megbeszélésünk szerint a füredi OTP fiók remeklését. Melléketen küldöm megbeszélni, mondtam, igen. Miután telefonon beszéltünk, eszembe jutott, hogy Mátyás elvtársnak egykori spanyolos fegyvertársa és ma is jó barátja az OTP vezérigazgatója, nem Csányi Sándor, Gács László elvtárs. Nem tudom, mit csinálna, ha Mariában a füredi levélírókkal, ha mesterműveket betekintésre átadnám neki. Húha, várjál csak. Remélem, erre nem kell sor keríteni. Ez ami fenyegetésnek hangzik, nem? Remélem, erre nem kell sor keríteni, enélkül is jobb ellátásra jutnak, és legalább pár sorban korrigálják baklövést, amiért nem tudták, hogy még elutasítás esetén is mi illet meg egy nagy követet és meghatalmazott minisztert. Ó, a gyerekek! Történelmi levéltári anyag. Komoly. Akkor ezért volt ráírva az a... Mi volt ráírva? Vagy ez nem az volt? Express. Mondjuk nincs arra, hogy szigorúan titkos. Igen. A mai postával, ahogy megbeszéltük, írtam Bodogán elvtársnak is. Én 20-án a párizsi géppel indulok Algírba. Ha addig előre mozdul az ügy, vagy megtörténik a döntés, nagyon kérem, kedves fazekas elvtárs, ne felejtsen el értesíteni. Illetve, ha valami vinnivaló van, az hadd kaphassa meg idejében, és a válasz vagy aláírás a szerződésre futárpostával a külügyminisztériumon át fog érkezni. Fáradtságát még egyszer hálásan köszönöm szívés elvtársi üdvözlettel, Urbán Ernő, Budapest.
Ez nagyon kommunista. Na, ez érdekes volt. Jó van. Oké, ilyet még szívesen találnék. Visszahelyezzük. Így néz ki a hátulja. Sajnos nem látszódik már nagyon. A Kádár címre ez látszódik rajta, meg hogy Balaton fület talán. Oké. Aztán... Oh. Jugoszlávia. Nem tudom, hogy nem emlékszem a múlva videó, hogy ilyet találtam volna. De nem magyar, angol kiadás, ahogy látom. Igen. Oké. Mi van még érdekesség? Ah, na. Az Expresso étlap, hát ez ilyen rohadt kemény, ez szerintem nem olyan régi. Velencei tó. Erre sem emlékszem múltkori videóban. Nem írja mikori. Nazarói. Pákozditáj. Pákozditáj az 1948-as csata emlékművével. Megint öregsz? Gárdonyi Géza vendégszobája. Tök jó. Oké. Aztán itt is egy borítók. Jössz. Ezt néztem, hogy nincs semmi. Hú, ezek egy nagyon rászak itt a szélén. Ez mi a fel? Ez egy ilyen fém. Tudsz? Fúha, hát ez. Ebből nem fog kiolvasni szerintem semmit. De ez valami emlék. Tábla van rá. Ez egy fotó akar lenni. Ez egy emléktábla. Tanács, azt el tudom olvasni. Dolgozó, meg tanács. Abba ki lehet találni, hogy mikor. Nagyjából, oké. Okay. Nem. Oh, királyság. Mennyi van? Oké. Okay. Ibusz ez is. Aha. Budapest 1971. Egész jó. Lehet. 2018-as, tehát ezt még nem kellett volna megtalálnom. Nem, amúgy ez nem tudom, ez a 2018. Burda. Ez fogalma nincsen, mint francia lehet, vagy mi. Dreisetszel, nem, ez német. Oké, itt is egy ilyen fém, akármi. Na, ezt na, nézzük meg. Budapest Guide. Hungarian Hotels. Hungária szálloda és étterem vállalat. This look like. Nyissuk ki. Hungária étterem. De jó tényleg. Mártonhegy, Orbánhegy, Martinovicshegy, Szilágyi Erzsébet fasor, Gellérthegy, Királyhegy volt. Ilyet családtam még.
Budapest éjjel. Ilyen meleg felvonulásos színezése van. Nightclub, béke, Budapest, Gede, Hungária, Rohás, Sport, Szabadság, Király. Szerintem egész jó. Következő. Ebben van még egy. Nem, ez másabb. Ennek másabb. Aha, másabbul néz ki. Ez egy ilyen kemény kötésű. Ez is jól néz ki. Egész jól néz ki. Nézzük meg. Aha, ezen a térkép is van. Aha, aha. Ú, de komoly, egész országos térkép. Látszódik, látszódik, hát. Tök jó. Kidudál. Összehajtom. Oké, ez tök jó. Hát ilyen 70-es évek lehet ez is a képből nézve. Nagyjából. Oké, na, hát ez meg Nagyvázsony, lovasiskola, sportszálló. Ott van a vár is. Nagyvázsonyi Kinizsi vár. Oké. Ez ennyi, oké. Na, mi van még itt? Ah, ezt ugye megtaláltam sokszor. Előző részben is volt Balaton. Balatoni városok. Nevezetességek. Ez megvolt. Balatonfüred. Vagy Balatoner. Ez is megvolt. Hotel Annabella, Balatonfüred. Ez azt hiszem nem volt. Ja. Ezt nem volt meg a múltkoriban. Így néz ki. Aztán... Ugye ez volt. Sokszor... Vásár. Ez egy táska akar lenni, hogy ez miért van. Ez mi? De ez de jó. Tök retro. Ez egy csomagoló papír szerintem. De komoly. Tök jó. De valami téli vásárot van egy hóember rajta. Aztán... Ez mi? Aha. Személyigazolvány tartó. De üres. 81-ben is napló. Aztán bábolna. Hát bábolja nyugodtan, nekem nem zavar. Ez is német. Német kiadás, hogy kell szétnyugni. Ja. Ilyen. Oké. Ú, de jó. Főrendező. Hát ez valami ilyen szalag. Hol használnák, azt nem tudom pontosan. Le, vagy az Annabárra tippelek, vagy arra a 70. fodrász versenyre. Tájékoztató. Veszprém megyei könyvtár. Bejelentkezési díj egy naptári évre felnőtteknek 3 forint, tanulóknak 1 forint. 62-ből. 1000 És milyen jó megmaradt. Ugye, ha tippelnem kell, akkor ez nyilván nem a 60-as évek óta vannak itt, hanem szerintem a rendszerváltás körül ezeket ide szórták, aztán akkor ezek azóta itt megmaradtak ebbe az épületbe, és hogy nem ázott be az épület, meg nincs olyan rossz állapotban sem. Szóval valószínűleg így maradtak fel ezek a jó kis dolgok itt nekünk, meg az utókor számára. Hotel Marina, Balatonfüred, ugye a Hotel Füred mellett lévő
hotel, ezt úgy mondtam, tehát ahol ugye voltunk gulbexelni éjszaka, a hotel Fületben, az mellett van az a hotel Marina, ez ugye Hotel Füred előtt épült meg. Mikor épült a Hotel Füred? Úgy elég volt. 1970 környékén, de ez már 60-as évek óta ugye megy ez az a hotel. Nem nézem, ez mikor. Ja, ez csak egy ilyen... Ez csak ennyi. Ennyi. Ja, ez valami... tartó lehetett. Vagy szükség volt, mert valami csak kiesett. Aztán mit lehet még itt találni? Ez mi ez? Autoker. 73-as naptár. 1973-as. Fullos. Oké. Okay. Barcsika, Csárda, Balaton, Füred. Hát szerintem ez már rég nincsen meg. Aztán ki tudja. Német kiadás ez is. Hát ez vajon hol lehet? Aztán lehet, hogy még működik, ki tudja. Csinálok nekem egy kis reklámot akkor. Ez mi a mama emlékeztetője. Puh, hát ilyet családtam még. Törődjön többet egészségével. Kedves anyuka, köszöntjük önt és újszülöttjét. Ez ilyen csecsemős, súlygyarapodásos, mindenféle naptár meg ilyenek. A ruházat, fürdetés. Beszállt ilyeneket is csinálnak. Naposztatás. Mikor ez itt volt, hogy dátum, gyerekek? 74. Kiadja az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosítási Központja. Oké. Itt is van még egy Veszprém megye tanácsának idegenforgalmi hivatala. Ebben volt valami, de aztán még sincs az ennyi. Itt egy térkép, Burda, ugye ezt előbb néztük, ezt a német újságban, gondolom ebben volt bent. Nem érdekes. MSK bemutatkozik. Így jobban látszik. De komoly. Ezt tetszik. Szeretem az ilyeneket kommentálni. Nagyon érzeket így. Rövid infók az MSK-ról. NSK-ról, NSK gazdaságról, 70-es években, Lufthansa. Ugye, hogyha valaki nem tudná, az NSK, ugye, ugye 61-ben megépült a berlini fal, ugye volt Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, ez Nyugat-Berlin, tehát NDK, ugye az a szovjet fennhatóság alatt lévő terület volt a Berlinből, NSK pedig a Nyugat volt. Tehát NDK Kelet, NSK pedig Nyugat. A nyugati országok közül az NSK Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere. Hú! Érdekes. Hogyha valaki szereti az ilyen erről szóló filmeket, ugye a hidegháború, meg a Kelet-Nyugat Berlin, akkor a Mások élete című film, azt javaslom, és most lesz a mozikban egy film, nem tudom mi lesz a címe, de azt tudom, hogy a Tom Hanks a főszereplő, és pont a berlini fal körüli eseményekről szól, de hogy mi a címe, azt most meg nem mondom. Ez jó, ez tök jó.
Ez tetszik. Kiállisan. Jó. Ez is megvan, de mocskos lettem. Na. Füredi Színházi Napok 1963. Aj, de jókat lehet találni. Lassan megfagyok, olyan hideg van itt benne. Nem? Nem fázol? Hát fölveszem a kabátomat. 1963 nyarán a Füredi Magyar Színház emlékére, a nemes hagyományra emlékeztetve, a magyar színjátszás új eredményét bemutatva, első alkalommal rendezzük meg a Füredi Színházi Napokat. Törkő, és akkor itt vannak ugye a darabok. Tök jó. Mit mond a kettévágott színésznő? Idén két darabban játszom. Ez jó volt? Lehet ilyen Parallife videón. Ja. Dark Life. Na, hoppá, leszakadt a másik fele. Vagy ott is van egy borítté. Azt a rohadt élet, gyerekek! Ez gyönyörű! Ezt nézzétek meg! Ennél gyönyörűbbet nem is láttam még. Ezt nézzétek meg. Ugyanaz a Fazekas Lajos. Balatonfüred. Magyar Motorcsónak Szövetség. Ó, azért ez durva. Mire kíváncsi vagyok, hogy van, gyerekek.